Megtelt a Bálci Gusztáv általános iskola tornaterme péntek délelőtt. Fogyatékkal élő és egészséges fiatalok, illetve felnőttek közösen nézték a Medibol bemutatót. A keleti mozgásforma kipróbálása mellett különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők a 10. Fussa fényben sport és családi napon. Én azt gondolom, hogy a rendezvénynek a fő célja az, hogy igenis fogyatékkal és nem fogyatékkal élő fiatalok tudjanak találkozni, meg ez a találkozási pont, és pont maga a találkozási pont egy érzékenyítési lehetőség azoknak, akik itt vannak, illetve az iskolai közösségi szolgálat keretében belül vannak itt még fiatalok, akiket előzetesen felkészítettünk arra, hogy hogyan is tudjanak részt venni egy ilyen rendezvényen, mire készüljenek fel, mitre számíthatnak, és hogyan tudják a bizonyos szituációkat kezelni. Hiszen közel 200 fogyatékkal élő látogatott el az integrált családi napra, ahol nagy hangsúlyt kapott a különböző készségek fejlesztése is, úgy mint a memória vagy a motorikus készségek javítása, de az együttműködésre nevelés sem maradhatott el a csoportos tevékenységek segítségével. Ezért volt fontos, hogy a segítők és koordinátorok megfelelő felkészítésben részesüljenek. Jelenleg 32 fiatal van itt a helyi középiskolából, és 6 megyei diák önkormányzatos fiatalunk. Tehát 38 fiatal segíti ma a munkánkat, plusz az egyesület munkatársai. Az egész napos rendezvényen 8 civil és szociális szervezet foglalkozott a csoportokkal, és folytatta szemléletformáló tevékenységét.